A közvetítés virtuális reklámot tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőinket, ismét Biliárd a televízióban. Itt vagyunk a Magyar Biliárd Dupla Buzera Országos Bajnokság második fordulójának negyed döntőjében. Bíró Imre Takács István ellen játszik. És Bíró Imre nagyon szépen kezdte a mérkőzést, 15 pont annyit. Ugye Bíró Imrét nem kell bemutatni senkinek, ő általában, hogyha elindul egy versenyen, akkor sokáig ott szokott lenni, és a kieséses szakaszban is sűrűn látjuk őt. Takács István nem könnyű helyzetben van, még távol vannak egymástól a golyók, de nagyon szépen talált, viszont még a pontszerzés is sikerült neki, most láthatjuk itt visszajátszásban. És át is vette a vezetés 16-15. Nagyon jól indul a mérkőzés, a játékosok fejfej mellett haladnak, nagyon szép lökéseket láthattunk. És Bíró Imre három falról fog pontot szerezni, ha sikerül a lökés. És sikerült is nagyon szépen, tőle ez nem meglepő. Nagyon szépen talált. És ugye láthatjuk azt is, hogy a pozíció se könnyű, a fasor két oldalán van a golyó. Innen nem is sikerült pontot szerezni a Takács Istvánnak. 43-22. A Bíró Imre ismét gyönyörű szépen. Pont annyi hely volt, hogy visszafelé a rövid falról találkozzanak a golyók, és így nagyon szépen döntse is a fákat. 59-22. Bíró nagyon jól kezdi a mérkőzést. Egy hasonló lökésből Takács István hibázott, és nem sikerült a pontszerzés. Nagyon hasonló volt az előző Bíró lökéshez, amiből ő nagyon szép pontokat szerzett, és ismét egy jó lehetőség arra, hogy pontok legyenek, nagyon lágyan, talán nagyon szépen.
105-22. Nagyon gyorsan indul a mérkőzés. Bíró Imre nagy előnybe került hamar. És Takácsnak most talán elment az önbizalma, mert most ismét hibázott. Nem volt elég pontos a lökés. Bírónak már csak 3 pont kell. 117-22. Nézzük, bíró ebből mit hoz ki. Nem a legkönnyebb. Oké, és nem is sikerül. De most ez belefér neki ebbe a szedbe egyenlőre. Ugye ők dupla buzerát játszanak, tehát azért könnyen változhat az eredmény, bár ekkora előnyt leadni még nem láttunk. 117-39. És azért itt is szinte csoda kellene ahhoz, hogy Takács az első szettet megnyerje. Egyelőre még nem sikerült befejezni. Viszont elég messze állnak a golyók egymástól, és nincs is rálátás a Takácsnak, és el is hibázta, és így megnyerte az első szettet Bíró Imre. Következhet a második. Ugye az első mérkőzés Bíró Imre kezdte, most itt Takács István kezdheti. Nézzük, hogy neki sikerül-e a 15 pont. De ez nem sikerül, mert innen látszik, hogy ez 0 pontos próbálkozás. De most bírónak se sikerült az első lökéséből pontot szerezni. Most az első pontokat Takács István szerezte, 4-0. És megint egy sarokjáték bírótól. Ő is megszerzi az első pontjait a szetben. Most a másik sarokból, ez most nem sikerült, nem sok hiányzott. Nézzük, Takács mit hoz ki ebből a lehetőségből. Szerencsével szerzett 4 pontot.
Egy kicsit talán nem, nem gurul túl, jól látom. De egy pic nem, nem gurul túl, nem lát rá Takács. Nagyon szép lakés volt, és egyben biztonsági is. Abból a szempontból, hogy az ellenfelének nehéz pozíciót hagyott. Ugye ez mindig mindkettő nagyon fontos ebbe a játékba. Egy lökésből kell törekedni arra, hogy pontot szerezzen a játékos, és egy lökésből kell arra is törekedni, hogy az ellenfélnek rossz lehetőséget hagyjon, most pedig Bíró Imre hibázott. Most Takács István szerzett szép pontokat, és nagyon sokkal jobban kezdte a mérkőzést eddig, a második szettet, elnézést. És most nagyon szépen folytatja. Gyönyörűen, pontosan játszotta meg. Ugye akkor lett volna, nem is át is gurult, ugye, akkor lett volna nem ennyire jó a lökés, hogyha benne marad a fasorba a fehér golyó, vagy esetleg a másik oldalon, de így most muszáj három falról próbálkozni a Bíró Imrének, és nem is sikerül, hibázik. Az első szedben nagyon magabiztos volt Bíró, most ez teljesen eltűnt, ez a magabiztosság. Takács nagyon jól játszik most, 72-16. Ez nagyon gyakori jelenség, hogy valaki nagyon szép, és ez Bíró Tomas gyönyörű. Tehát ez egy nagyon gyakori jelenség, hogy a biliárdban, hogy az első szettet valaki fölényesen megnyeri, és valamilyen gát, vagy valamilyen mentális kicsit oda nem figyelés miatt a másodikat viszonylag könnyen elveszíti. Most kiderül majd, hogy ez a mérkőzés is ilyen-e. Most ez Bíró nagyon szépen csinálta. De Takács is szép pontokat szerzett. 79-44 Takács Istvánnak. Azért Bíró nem hagyja magát, és azért viszonylag látótávolságon belül van, főleg ebbe a játék típusba, de most Takács megint szépen szerez pontot. Ugye ilyenkor, amikor van egy ilyen tisztes előnye az egyik játékosnak, akkor az is jó, hogyha úgymond kontrollálja a mérkőzést, sőt az szokott általában a taktika lenni, tehát nem sok pontra megy rá, hanem az, hogy
inkább kevesebb pontot gyűjt be, viszont az ellenfélnek olyan állást hagyjon, ami megnehezíti a dolgát, tehát hogy a felzárkózás az olló az ne tudjon annyira csökkenni. Nagyon közel áll egymáshoz a fehér és a piros golyó. Ez természetesen majd nehezíti Takács dolgát. De nagyon szépen talált. Takács játéka nagyon feljavult a második szetre. 91-60. Ezt viszont bíró gyönyörűen csinálta. Most bíró jön ismét nagyon szépen. 97-82, még szoros lehet ez a szett is. Tizenöt pont az semmit nem jelent ebbe a játékba. Nem könnyű a helyzet, fizikailag sem, illetve nagyon közel van a falhoz a sárga golyó, és egy biztonsági játékot láthattunk bírótól. Megpróbálta minél messzebb helyezni egymástól a két golyót, és úgy, hogy a fasortól ne lásson Takács rá direktbe a golyóra. Ez sikerült is. Ez egy némileg egy elsőre kamikázalökésnek tűnt. Most ez bírónak se volt pontos, viszont a pozíció Takásnak nem a legjobb. Bíró nagyon szépen zárkózik. 15-ből már csak 10 az előnye Takácsnak.
de ezt gyönyörűen, nagyon szépen megoldotta most ezt a helyzetet Takács, és nagyon 13 pontra került a második szett megnyerésétől, és a döntő szettnek az elérésétől. És bírónak nagyon szerencsétlenül jött ki, és ezzel el is vesztette a második szettet, és döntő szett következik. És Bíró Imre a tőle megszokott kezdést láthatjuk Bíró Imrétől, ugye a dupla buzera országos bajnokság szabályai szerint az kezdi az utolsó szettet, aki a másodikat elvesztette, és 15-0-ban nagyon jól kezdte most Bíró, és nézzük, Takács István tud-e válaszolni. És nagyon szépen talált ő is. Reméljük, egy izgalmas döntőszettet láthatunk. Most Bíró ismét nagyon szépen talált. Itt volt piros is, mind a golyó, mind a bábú. 24-10. Takács István most a pirosat találta el, 4 pontért, 10 pont a for Bírónak. Most elég távol állnak egymástól a golyók. Nem egyszerű helyzet. Talán a cél itt a piros golyó lehet. És ennél sokkal többet sikerült, gyönyörű lökés volt. Szenzációs. Nagyon-nagyon szép lökést láthattunk. És elég sokat is ért. 41-14. Takácsnak most nagyon fontos, hogy minél jobban odafigyeljen. Jól láttam, nem érte a pirosat, most Bíró. És egy pici technikai hiba, kis kép hiba történt, ezért elnézést kérünk. De már itt is vagyunk, megy tovább a mérkőzést. 41-18-ra vezet Bíró Imre a döntő szettben. Az országos magyar biliárd dupla buzera bajnokság második fordulójának negyed döntőjében.
Hamarosan kiderül, hogy Bíró Imre vagy Takács István jut az elődöntőbe. Takács nagyon szépen csinálta. És ezt Bíró nem is tudta megoldani, és a pozíció se lett tökéletes. Ebből azért meg lehet indulni. Takács István ebből sok pontot tud szerezni. De ez most nem jön össze. Sokkal figyelt arra, hogy a Bíró számára a pozíció ne legyen jó, ezért kicsit mintha óvatosan állt volna hozzá ez a helyzethez. De egy ilyen kvalitású játékos ellen azért az érthető is ez a hozzáállás. Ebből viszont Bíró szerzett pontokat. Nagy forgatót kell adni. És nagyon szép lökés volt, egy picit pontatlan, de szép volt Takácstól. Nagyon szép lökést láthatunk ismét Bíró Imrétől. Gyönyörű volt. ...57-28, Takás számára még semmi nem veszett el. Meg lehet oldani ezt még innen. De most ez a lökés nem volt a legjobb, és a pozíció se a legszörnyűbb Bíró számára. Ebből ő azért szokott pontot szerezni. De most a pozíció volt az elsődleges, hogy rosszabb pozíciót adjon ellenfelének. Takács viszont gyönyörűen talált a sarokjátékból. És megállt Bíró Imre golyója, mielőtt belement volna a fasorba, ezért jó volt a lökés, 62-44. Most egy nehéz lökésnek tűnik, itt nagyon pontosan kell a sarokba lökni a golyót, de nagyon szépen talált, és át is ment a fasor másik oldalára Bírónak a fehér golyója. Gyönyörűen talált ő is. Szinte ugyanazt megcsináltam, mint az előbb Takács. Nagyon pontosan két falról, sarokból,
és át a másik oldalra az ellenfél golyója. 72-48. Most ez nem a legjobban sikerült ezzel a kés takástól, pedig most nagyon fontos lenne, hogy minél jobban tudjon koncentrálni. És bírónak a piros megvolt, és elég messze áll a két golyó egymástól, plusz bírónak a fehér golyó teljesen bent van a sarokba, de ez gyönyörűen oldotta meg. Nagyon szépen, Takács István. Gyönyörű volt. És így igencsak fel is zárkózott. Nagyon szép volt. 76-74, nagyon szoros a vége ezzel a lökéssel. Hopp, és el is tűnt az egyik bábú, de meglett. Megtalálták a játékosok, szerencsére. És ezt bírom, most nagyon szépen csinálta. Szebbnél szebb lökések egymás után. Ismét nagyon szép lökés Takástól. Most nagyon nem hagyja magát, nagyon szeretné ezt a sikert bejutni az elődöntőbe. Látszik is a gesztusaiból, hogy mindent beleadj. És csak 30 pont választja el attól, hogy Bíró Imrét legyőzze a negyed döntőbe. Ez nagy fegyvertény lenne. És most hibázik is bíró. 96-84. Most ezt jól át kell gondolni a Takácsnak, hogy mit fog csinálni, mert nagyon fontos itt a végén. És ez gyönyörű volt most bírótól. A legfontosabb időben egyik legszebb lökést láthattuk. Újjelső 110-96 megfordította mérkőzés állását Bíró Imre, 10 pont kell neki, és most Takásnak nagyon-nagyon fontos lökése jön. Nézzük, mit hoz ki ebből a nem könnyű lehetőségből. Most nem sikerült, egy kicsit talán kapkodott. Higgadt szokott maradni az ilyen helyzetekbe.
De ez nem könnyű, nagyon távol vannak a golyók, a rálátás sincs meg, hogy direktbe könnyen találjon. Valószínűleg itt a pirosra próbál megjátszani Bíró Imre, de pillanatokon belül kiderül. Hát és pirosra játszott, csak nem a golyóra, hanem a bábura, és nagyon szépen talált is, és megnyerte a mérkőzést. Bíró Imre jutott az elődöntőbe. Hamarosan jövünk vissza. A közvetítés virtuális reklámot tartalmazott.